Számomra óriási nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sok ember bízott a demokratikus koalícióba, bízott a programba, bízott bennem és a többi képviselőjelöltbe, úgyhogy ennek megfelelően is fogunk dolgozni. Úgyhogy a munka az igazából holnap kezdődik. Ó, hát kampány az évek óta folyik ellenem, úgyhogy kellően megedződtem. Engem a Fidesztől érkező támadások azok inkább megerősítenek. Azt mutatják, hogy jó úton járok. Akit ők támadnak, az valószínűleg jó úton jár. Sokkal jobban aggódnék, ha dicsérnének, azok szörnyű emberek, akiket ők dicsérnek. Szerintem egyébként az európai parlamenti választás egy rémálom a Fidesz számára, hiszen Orbán nagyra törő tervei, hogy bármikor is befolyásolhatja az európai politikát, azok ma este úgy úsztak el, hogy csak na. Orbán egy gyakorlatilag senki lett Európában. A szövetségesei, akikhez dörgölőzik, azok elenyésző kisebbségben lesznek az Európai Parlamentben. És nekünk, magyaroknak az a legfontosabb, hogy Európa el fog indulni az erősödés irányában, és egyre jobban és egyre több magyarnak is meg tudjuk mutatni, hogy az a politika, amit Orbán képvisel, az a semmibe visz. Amit mi képviselünk, az viszont Európába. Szerintem inkább egy rémálom nekik ez a mai este.